Az utolsó fogadta az utolsó előttit, így mindkét csapat számára a kötelező győzelem kategóriába tartozott a mérkőzés. Az első negyedben szinte végig a Honvéd vezetett, de 10 perc játék után a Nyíregyháza állt jobban egy ponttal. A folytatásban sem történt változás, szoros volt a meccs, a nagyszünetre két pontos vendégvezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után felváltva vezettek a csapatok, de nem dőlt el semmi, az utolsó játékrész 67-67-ről indult. A negyedik negyed elején a fővárosiak elléptek 6 ponttal, és előnyükkel jól gazdálkodva végül meg is nyerték a mérkőzést. Sajnálom a szurkolóinkat, hogy nem tudtunk győzelemmel visszatérni ebbe a szép arénába. A statisztika nem mutat nagy különbséget, a dobott pontszámunk is elegendő, de a védekezésünk nem volt elég jó. Rosszul kommunikáltunk, könnyű dobásokat engedtünk az ellenfélnek, ami különösen a kritikus szituációkban volt fájó. A 17 pontot szerző Bazsó Bruno szerint a vendégek a negyedik negyedben leszedett támadó lepattanóknak köszönhetően tudták eldönteni maguk javára a mérkőzést. Szerettünk volna igazából egy győzelemmel visszatérni ide az arénába, sajnos ez nem sikerült. Úgy gondolom, hogy a mérkőzésen igazából végig fej-fej mellett haladtunk. Talán a negyedik negyed közepén volt az, amikor a Honvédnak sikerült meglépnie. Akkor úgy érzem, hogy le tudtak szedni ott egymás után 5 támadó lepattanót, ha minden igaz. Ez szerintem ott megtört minket, és sajnos ezért mondanám, hogy ennek köszönhetjük a vereséget. Mint a Honvéd vezetőedzője elmondta, az alsóházi rájátszáshoz közeledve több szempontból is fontos volt számukra, hogy győzzenek Nyíregyházán. Azt gondolom, hogy egyfajta gát átszakadt nálunk ezen a mérkőzésen. A hetek óta ugye küzdöttünk igazából saját magunkkal. A sérülések benne vannak a profi sportban, erre fel voltunk készülve nyilván, hogyha kivált mondjuk magas poszton nálunk egy játékos, vagy tulajdonképpen ma kettő is, hogyan akarjuk megoldani. A legfontosabb szerintem az volt, hogy elkezdett mindenki hinni önmagában, illetve elkezdett mindenki hinni abban a rendszerben, amit mi szeretnénk játszani, amit mi szeretnénk játszatni, amivel elkezdtük a szezont, és egyre jobban épülnek be az új játékosok, egyre jobban alakulnak ki a szerepkörök. És ez egy kollektív csapat teljesítmény volt, több mint 30 pont jött a padról. A kezdőjátékosok közül a húzó emberek tényleg húzták a szekeret, van, aki pontokkal, van, aki asszisztokkal, van, aki lepattanókkal, de mindenki beletette a saját részét. A forduló további eredményei a következők: Körment Szolnok 79-93, Oroszlány Kecskemét 67-75, Sopron Kaposvár 94-67, Deac Albafehérvár 77-87, Szeged Szombathely 82-97 és Zalaegerszeg atomerőműese 81-78. A tabella élén a Szombathely áll 21 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 19-5-ös mutatóval rendelkező Szolnokot. A 2-22-vel sereghajtó Nyíregyháza Szombaton a 9-15-tel 10. Kaposvárhoz látogat.